Na, örülök, hogy itt vagyok. Úgy látom, ti nem, akkor haza is megyek. Isten áldjon meg most, Dániel fiam Budapesten szolgál, úgyhogy megbeszéltünk, hogy cserélünk. Csak hadd mondjam nektek a maszk használattal kapcsolatosan, a kormányzat két intézménynek adott szabadságot. Az iskoláknak és az egyházaknak, hogy az iskolaigazgatók, illetve az egyházvezetők belső körben döntsék el, hogy kell-e a használat vagy mit nem. Mi az iskolákban nem vagyunk érintettek, de az apostoli csapattal mi úgy döntöttünk, hogy jobb bízunk az urban, és a rendezvényeinken nem kell a masz használat, de ha valaki akarja használni, legyen teljes szabadsága, de ezt nem tesszük kötelezővé, hanem a 91. Zsoltár, ami alapigénk, hogy hozzád nem is közelít. És ezzel a hittel vértezzük fel magunkat, Persze jó, hogyha emberileg is megteszünk, ami kell, vitamin szedünk meg, ha oltasz, vagy bármit, csak hogy itt így a rendezvényeken mi nem tettünk kötelezővé, úgyhogy ezért élvezem én is ezt a szabadságot, és ti is élvezétek ezt, és hiszem, hogy, hogy ez egy különleges hely, itt vírus nem fogsz kapni, csak áldást. Istennek az áldását és kegyelmét, jó? Úgyhogy mo most nézem, milyen szép díszítésetek van, meg hát ebben az egész házban nagyon szép díszítés van. Most kezdődik, ha jól tudom, az adventnek az első hete. Csak egy-két mondatot mielőtt Isten igéről beszélnék. Az advent ugye az a várakozásnak az időszaka. Az első várakozás az Jézus születése előtti időszakban volt. Nagyon várták és imádkoztak, hogy eljöjjön a mesiás. Hála Istennek már eljött. És megváltott bennünket, és hogyha megragadtad már ezt a megváltást, akkor élvezheted ennek a gyümölcsét, és mi már nem a messiás várakozás van bennünk, hanem ő megígérte, hogy újból vissza fog jönni. Miért jön vissza? Mert ez a föld az övé. Te is az övé vagy. Ő teremtett bennünket, és vissza fog jönni, és az igazságnak a királyságát fogja megvalósítani. Aminek a hiányát nagyon érzékeljük itt a Földön. Úgyhogy a mostani adventünk nekünk már az ő újboli eljövetelére szól. Úgyhogy kívánom, hogy legyen egy áldott ünnepi időszakotok, élvezzétek ezt az időszakot, és legyen áldás ezen az időszakotokon, mind nektek, mint a családjaitokban, barátaitoknál, ismerőseiteknél. Jó? Isten áldjon meg benneteket ebben. Én ma pedig tudjátok, miről szeretnék beszélni. Más témával készültem, de annyira ezt a Szent Szellem rám helyezte, és már megértettem azt, hogy sokkal jobb neki engedelmeskedni, mert valószínű azért kell erről beszélni, mert itt most szükség van erre. Tudjátok, miről szeretnék beszélni? A gyengeség erejéről. A gyengeség ereje. Nem tudom, mi jut erről eszedbe, de majd mindjárt ki fog derülni, Isten igéjéből a gyengeség erejéről szeretnék beszélni. Ugyanis sokszor előfordul mindegyikünk életében, bármilyen erősek is vagyunk időnként, hogy az élet különféle kihívásaiban az ember úgy érzi, hogy gyenge, hogy kevés. Így van? Vagy ez csak velem szokott előfordulni? Nálatok nem? Hogy a különféle kihívások, ez jelenthet pénzügyi, egészségügyi, képességbeli, bármilyen kihívások között, néha ez finomabban jön rá, néha meg nagyon erősen ránk akar telepedni, hogy hát én kevés vagyok ehhez. Én ezt nem tudom megcsinálni, én gyenge vagyok ehhez, és, és ezek az érzések, meg gondolatok nagyon be is tudnak jönni az életünkbe, már egész gyerekkorba, az iskolai körülmények között néha igyekszenek is a osztálytársak ezt megerősíteni emberekben, és utána a munkahelyen és a társadalomban való mozgásunk során viszonylag sokszor ki tud alakulni ez az érzés. De erről szerintem sokat nem kell beszélni, mert mindannyian találkozhatok valamilyen szinten ezzel. Volt esetleg valaki, ki még nem találkozott? Jelezzem, mert akkor őt most fölszabadítjuk ezzel az üzenet alól. Tehát mindannyian fogunk találkozni ezzel, és a Biblia bemutat egy egészen fantasztikus utat ezzel kapcsolatban a gyengeség ereje. És Salamon királyról szeretnék nektek egy picit beszélni. Salamon király Izraelnek az egyik legnagyobb, Dávid után az egyik legnagyobb, legdicsőségesebb, leggazdagabb, legbölcsebb, és a legnagyobb kiterjedésű volt abban az időben az Isten népének az országa. Egy olyan király volt, amit irigykedve néztek a környező népek, egy olyan aranykorszak volt az Izrael történelmében, a, annak abban az időben, amiért különféle, még Afrikából is, mindenhonnan jöttek a nemzetek, hogy megnézzék, hogy igaz-e a hír, amit hallanak, hogy micsoda bölcsesség, micsoda bőség, micsoda gazdagság, és mindez az Isten áldását tükrözte. Tehát Salamon időszaka, az volt Izrael nép életében a Dávid, az a hódító, Salamon az építő király volt, mind a kettő egy különös kegyelmet hordozott, és ma, hogyha elmész Izraelbe, azt mondják, hogy az volt az aranykorszak. Az volt a legszebb korszak Izrael nép életében. És egy picit szeretném nektek bemutatni, hogy Salamon honnan indult. És a gyengeség erejéről szeretnék nektek beszélni. Az egy krónika 29.1-ben olvasunk egy picit, hogy ki volt ez a Salamon. Azután ezt mondta Dávid király az egész gyülekezetnek. Imé látjátok, hogy egyedül az én fiamat, Salamont választotta Isten, aki még gyermek és gyenge, a munka pedig igen nagy. Mert nem emberré lesz, lesz ez a ház, hanem az Úr Istené. Ugye ez akkor játszódik ez a jelenet, mikor már Dávid készíti elő, mint atya, az ő elmenetelét, és hogy az új generációt is mederbe tegye, és kapott egy kijelentést, hogy a sok fia közül volt ott erősebbnél erősebb, jobbképűbbnél jobbképűbb, alkalmasabbnál alkalmas fiatalember közül, az ő gyerekei közül, nem is tudom hány gyereke volt, hát tíz fölött szerintem, tehát elég nagy termékeny család volt, és, és ebből Isten választásának engedett, és azt mondta, hogy Salamon lesz az, akit én kiválasztottam. Hát Dávid, biztos vagyok benne, hogy vitatkozott is az Istennel. Hát van itt, itt van Absalom, itt van ez, itt van az, sokkal jobb, kvalitásosabb, igazi államférfi lesz belőle. De az Úr meggyőzte őt, hogy ő Salamont választotta ki, és az apja hogy jellemezte Salamont? Hát én lassan megyek el, idősödöm, de hát itt van ez a gyerek még gyerek, és ráadásul gyenge. Gyenge képességben, gyenge erőben, gyenge dolgokban, és szembeállította Salamon gyengeségét a munkának a nagyságával. És mivel látta, tudta az Isten választását, látta a fiának a gyengeségét, és látta a munkanagyságát, ezért Dávid mindent megtett, hogy előkészítse a templomnak az építését, meg a, a Jeruzsálem felépítését. És ez azért jó volt, de hát Dávidnak is gyakorolni kellett a hitét. Hogy itt van ez a gyenge gyerek. Hogy lesz ebből egy államférfi? Hogy lesz ebből egy király? Hogy fogja ő tudni tovább vinni az Isten népét, és azt az áldást, ami Dávidon keresztül bejött? De az úr azt mondta, Dávid, te azt csináld, amit mondom ő lesz, készítsd őt föl, mentoráld, adj neki mindent. És ugye ez több helyen meg van írva a Bibliában. Nem csak gyengének nevezte az egy krónika 22-ben, mert mondta Dávid az én fiam, Salamon gyermek, és igen gyenge. Az úrnak pedig nagyházat kell építeni, tehát itt látjuk, hogy egy valóságos dologról van szó, hogy a kihívás nagyságához képest ez tűnt emberileg az egyik leggyengébb választásnak és Salamon igen gyengének látszott. A példabeszédek 4-3-6, amit már Salamon ír, a kifejlődött korában, mikor már király volt, mikor az Isten különleges bölcsességgel áldotta meg, ő magának is ez volt az identitása. Nézd csak meg! Magáról is ez volt a képe. Azt mondja, mert az én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlen egy az én anyám előtt. Tehát ez beépült valahogy az identitásában is, hogy hát nálam vannak jobbak az osztályban, jobbak a munkahelyen, mindenhol vannak jobb, jobbak. Valahogy a gyengeség ez, ez tudatosult benne, és beépült az ő identitásában. Nem csak mondták róla, nem csak látszott rajta, hanem ő tudatában is volt ennek a gyengeségének tudatában volt, és a képesség hiányos voltának. És utána így folytatja Salamon, tehát tanított engem, ugye egyetlen egy az én anyám előtt, azt mondja, tanított engem, és mondánékem. Tartsd meg az én beszédemet, a te elméd, megtartván az, az én parancsolatomat, hogy élj. Szerez bölcsességet, szerez eszességet, ne felejtkezzél el, ne hajolj el az én számnak beszéditől, ne hagyd el azt, és megtart téged, szeresd azt, és megőrizd téged. Mit csinált? Dávid, az apja is tanította ezt a gyengének látszó fiatalembert, és az ő édesanyja is tanította. Soha ne értékeld le az anyai tanítások értékét. Soha ne értékeld le, ha szülőként vagy, az apai tanításnak az értéket. Mert figyelj ide, a suliba tanultakat könnyen elfelejtik. De amire az apja, anyja tanítja a gyereket, még vénkorba se el attól. Azt mondja a Biblia. Tehát annak van egy ereje, ezért szülők, használjátok ezt az erőt. Hogy tanítsátok a ti gyermekeiteket, osszátok meg a bizonságokat, anyák és apák. Mert ez olyan magot tesz az életébe, lehet, hogy néhány varga betű lesz, de előbb-utóbb visszatalál arra az irányra. És így tanította az ő édesanyja, mire? Hogy engedelmeskedjen Istennek. Hogy bár gyenge, de bízzon az Úrban. És akkor a gyenge erősé tud válni. Így tanította az édesanyja, hogy le, járjon engedelmességben. És mire tanította őt? Azt mondja, hogy szerez bölcsességet, mert ha bölcsességet kapsz, az életed egy más minőségbe fogod élni. És az édesanyja tanítása nyomot hagyott ebbe a gyengécske fiúba. És mire tanította a Zsoltárok 111.10-ben a bölcsesség kezdete az úrnak a félelme. A bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. A józan eszűek minden szerint élnek. Wow, ezek a anyai, apai tanítások. Tudjátok, hányszor találkozom? Szinte minden héten emberek térnek meg a kezem alatt. És ez az egyik legszebb része az életemnek, mert ez a küldetésünk. Olvasátok? Elme. Veszzen. Ez az atya szívének a dobbanása. El ne És képzeld el, ezek a megtérők, tudod miről beszélnek? Hogy volt egy nagymamám. Nagy százalékban beszélnek arról. Volt egy nagymamám, körülbelül egy jelentős százalék a mamára hivatkozik, sajnos a papára csak 30 százalék. Pedig a férfiaknak milyen felelősségük van ebben. Azt mondja, volt egy nagymamám, az mindig beszélt nekem, az mindig imádkozott értem. És a mama már rég az úrnál van. De amit átadott a gyereknek, az előbb-utóbb beérik. És figyelj, ne értékeld le! És én, mint szülő ezzel a hatalommal, hogy tanítsd a gyermekedet. És Salamon erre lett tanítva hogy bízzál az úrban, a példabeszédek 3-5 hétben, a teljes szívedből, a magad eszére ne támaszkodj, a magad képességeire ne támaszkodj. Azt mondja, minden utadon gondolj rá, ő egyengetni fogja Salamon az ösvényeidet, mondja az édesanyja, édesapja, ne tarts bölcsnek önmagadat, féljed az urat és kerüld a rosszat. Ne tarts nagyra önmagad képességeit. Erre tanította, ezt a leckét kapta. És mikor Dávid meghalt, Salamon király lett, most nem részletezzük, hogy hogyan, volt egy fantasztikus találkozása Istennel, mint a mesében. Tudod, mi volt ez az Istennel való találkozása? Megjelent neki az Úr, és azt mondta, Salamon, bármit kérhetsz, amit akarsz. Bármit. Ó, hát ez ilyenkor a jó ember mit kér? az akkori ember különösen három dologra volt kihegyezve. Hosszú élet, nagy család és nagy vagyon. Hírnév. És Salamont nem erre tanította az ő anyja. Salamontba visszacsengett az ő anyjának és az apjának a szavai. Szerez bölcsességet. Mert az, az igazi bölcsesség az az Isten félelem. Visszacsengett. És Salamon egy olyan imát mondott, ami az egész életét megváltoztatta. Ő gyenge emberként kérte az Isten erejét, kérte az Isten bölcsességét, nem foglalkozott a földi dolgok, anyagi hírnév, gazdagság, hosszú élet. Hanem, hanem azért imádkozott ott, a, amielőtt elindult az ő királysága, hogy Istenem, adj nekem erőt, adj nekem képességet, pótolt ki az én erőtlenségemet, gyengeségemet, az én hiányosságomat. Istenem, adj nekem erőt, hogy tudjam bölcsen kormányozni ezt a nemzetet. Az apám elég jól csinálta, én nem szeretném tönkretenni azt, és ott, mikor találkozott az Istennel, erőt kért a gyengeségeihez. Bölcsességet a bölcstelenségeihez. Kormányzási képességet kért. És nem a vagyonra koncentrált, nem a hírnévre, ami az akkori királyok között nagy vetekedés volt. Kinek van több, mint hogy ma is. Kinek van több? Ki jár szebb autóval, ki így meg, ki úgy. Ugye ott is ment abban az időben. De Salamon félretette. Tudod, miért tudta félretenni? Mert az anyja tanította őt. Mert az apja egy igazi Isten szerinti értéket közvetített vele felé, és Salamon a szívében ráérzett az igazi lényegre. Pedig nem volt könnyű dolga. Abszolút nem volt könnyű dolga, hiszen képzeld el olyan testvére volt, mint Absolon. Együtt fociztak, játszottak, együtt nőttek föl. Más anyukától volt, de ugyanaz a testvére, Absalom féltestvére, 2 14 25 ben úgy olvasok, egész Izraelben nem volt olyan szép ember. A férfiak ritán szokták ezt mondani. Akkor már nagyon macsónak kell lenni, hogyha, hogyha már ilyet mondanak, mert a hölgyekre viszonylag könnyebben ráakasztjuk ezt a minősítést, hogy szép. Így van? Remélem, férfiak, szoktátok mondani a feleségeteknek. Szoktad? Fontos. És képzeld el, ezt mondja, ilyen szép ember nem volt. Annyira dicsérték volna, mint Absolon. Nem volt benne semmi hiba tetőtől talpig. Na most gondolhatod Salamon, a maga kis gyengé, még az apja is mondta, hát fiam, hát ez van. De emellett azért tanította az Isten szerint való dolgokra. És ott volt mellette egy absolon, aki, aki, egy akkora ó, jó kiállású, legalább olyan magas, mint Oliver, egyszerűen tele élettel, egy jóképű férfi. Hú, megjelenik az ember, azt mondja, wow, hát ő neki kell lenni a király. Hát ő az, alkalmas, egyszerűen tetőtől talpig, nincs benne semmi hiba. Csak tudod, Absolonnak a szíve ami nem látszik. Isten azt nézi, ami nem látszik. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Abszolónak a színe, szíve az nem volt tiszta. Az hataloméhes volt. Abszolónak a szíve manipulatív volt. Abszolón, hogy a céljait elérje, mindenre kész volt, még ölni is. Abszolón egy romlott szívű srác volt. A külső megjelenésében, hú, a szavazás, a demokráciában, ő lett volna az első, akit megválasztottak volna. Isten őrizen, hogy úgy szavazzatok, hogy emberi szimpátia alapján. Az értékrend mellett tegyétek le a voksotokat. Mert ez nagyon megtévesztő. Nagyon sok szimpatikus ember tönkretette már a nemzetet. Hitler olyan szimpatikus volt, hogy az egész német nemzet rá szavazott az elején. És nézd meg, mit csinált a nemzettel. Isten őrizzen, hogy emberi, mosolygós, jóképű, jókiállású férfiakra szavazzatok. Arra szavazzatok, aki a legközelebbi bibliai értékeket Amen. képviseli. Mert Absalomra mindenki szavazott volna. De Absalom manipulatív volt. Már az apja ellen is. Ő, mivel jókiállású volt, hát ő akarta király lenni. Ő nem érezte magát gyengének. Ő azt mondta, hogy ő a... Apám, hát ez miért kérdés? Hát ezt látszik, nem? Hogy én teremtettem erre. Az ego akkora volt, mint egy ház. És ő nagyon erősnek tudta magát. És manipulált manipuló kedvessé, úgy csinálta, mint aki annyira szereti az embereket, és megmanipulálta, elfordította Dávid szívétől az embereket, és abszolút ott végezte fönn a fán. Fölakadt, és ott halt meg. Fiatal korában ketté tört az élete. Mert annyira erősnek gondolta magát. Tudod, Istennek van egy nagyon jó terve az erősekkel. gyengét megerősíti, az erőst elgyengíti. Hogy ő maga tudjon erősé lenne benne. Ha nem tudja elgyengíteni, az erős ott úgy végzi, mint napsoron. Aki el volt terve önmagával. És a büszkeség be megvan az az erő, hogy tönkre tegye az embert. A büszkeség mindig bukás követi, erről beszél a Biblia. És nézd meg, Absalon, Salamon ilyen testvére volt. El tudod képzelni, milyen kisebbségi komplexusai érzései lehettek? Hányszor, ahogy látta Salamont, vagy, vagy ahogy látta Absalont, küzdhetett a különféle komplexusokkal. Hogy hát ő, én... De Salamon megtalálta a titkot. Hogy az ő ereje az Úrban van. Absalon ezt a titkot nem találta meg. Ő azt hitte, hogy az ő ereje önmagában van. Ez a titok. És a gyenge azért lett erős, mert a gyengeségében tudott támaszkodni az Úr erejére. Helyet tudott nyitni az Istennek, a legnagyobbnak, a legnagyobb bölcsességnek. És ilyen testvérek mellett Salamon még jobban tudatában volt a gyengeségének. Na a másik testvérét nézzétek, csak Adónia. Ez volt a másik fiú testvére, az egy királyok egy öt hétben olvasunk. Adónia, az is egy nagy csávó volt. Az is. Jó, ez nem egy prédikáció szakszó, de ami igaz, az igaz. Adónia Haggit fia, ugye ez egy féltestvér egy másik édesanyától. Azt mondja, elbizakodottan ezt mondta, én leszek a király. És szerzett magának harci kocsikat, lovasokat, ötven férfit, akik előtte futottak. Ugye ezeket általában akkor csinálták, mikor valakit királya avattak, kocsik mentek előtte, férfiak futottak, katonák, tehát ennek megvolt a maga protokolja, és ezt értette mindenki, hogyha egy ilyen jelenetet láttak, ott a királyá avatás van de ő önmagát akarta királyá avatni. Nem a nép választotta, nem tekintélyek állították be, hanem önmagát. Hatalmas ego. Én. Tudod, ahol az ego uralma van, ott az ember nagyon félre megy. Ahol az ego uralma van. De ez a fiú tele volt képességekkel tényleg alkalmasnak látta magát a királyságra. Képes volt szerezni magának követőket. Jó vezető volt. Apja azonban életében sosem vetette szemére, hogy miért tesz ilyet. Sajnos a metszegetés Dávid nem végezte el. Absolon után szülte őt anyja is, ő is igen szép termetű volt. Tárgyalt Joábbal, a fiával, Ebjártár pappal, ezek segítették Adóniát, és vele tartottak. Tehát ez Adónia is. Egy nagy képességű fiatal ember volt. Tárgyalt. Ő egy tárgyaló képes, egy jó szituált, kormányzásra alkalmas férfi ember volt. És még a papa, az egyik főpapot is elhitette. Mert nem az Istenre figyelt, hanem azt nézte, ami a szem előtt van. És még Joábot is aki fővezére volt Dávidnak, azt is félrevezette, és elkezdték segíteni Adóniát, és vele tartottak. És ott van mellette Salamon. Két ilyen báty, és ez még nem az egész. Erről külön beszél a Biblia. Tudod, mi az érdekes? Mind a két báty fiatalon meghalt. Mert az ego, a büszkeség, amikor azt gondoljuk, hogy és a férfiak hajlamosak erre hogy mi megoldjuk, mi tudjuk, mi megszervezzük, mi megcsináljuk. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az erősek. És két ilyen testvér mellett Salamonnak nem lehetett könnyű dolga. Ő ott volt a sor végén. Ő ott volt utoljára. Ő volt a gyenge. Valószínű, hogy ezt Absolon Adónia, mikor megjelentott teljes szépségében, akkor ki is fejezték Salamon felé, figyelj, ez nem a te pályád, ez nem, nem menj el ott, 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 ott valamit, foglald el magad, ez, ez, a, ez a mi, mi területünk, a királyság, a kormányzás, a nagy dolgok. És Salamonnak az önértékelése, el tudod képzelni, hol lehetett? Valahol a béka fenekén. Gyenge. Szerintem sokan meg is mondták. Még az apja is megmondta. Tehát Salamon emberi kvalitásaiban messze alatta volt a testvéreinek. De Isten mégis őt választotta. Dávid is így voltam, úgy. Ő is a végén volt a sornak. Ő is, mikor proféta kiállt, mindenkit alkalmasabbnak látott. Hú, micsoda erős, micsoda katona kiállása. Ilyen kell a népnek odaállítani eléjük mintának. És Isten mégis a sor végéről választott. Dávidot, aki nem is volt ott, kint a bárányokat legeltette. Zenélt. És mégis Dávid megismerte a titkot, hogy az ember igazából erős csak úgy lehet, ha az Isten erejével töltekezik be, ha mennyei bölcsességgel töltekezik be, ami messze fölötte van minden emberi képességnek, hogy az ember erős, Dávid megértette, csak akkor tud, ha összekapcsolódik a porszem ember, a 7 milliárd közül az egy, a világ mindenség urával és Istenével és így válik a gyenge erősebbnél mindenkinél. Így válik a gyenge erősebb mindenkinél, mert az Úr az ő erőssége. Az Úrral való közösségből jön a mennyei erő. És Salamonnak ez volt a titka, hogy nem saját kvalitásaiban gyönyörködött, hanem gyönyörködött az Isten nagyságában. Dávidnak is ez volt a titka. És ezt a titkot átadta valószínűs Salamonnak. Hogy Salamon bár gyenge vagy, bár vannak hiányait, de ennek ellenére nem vesztes a helyzet. Ennek ellenére Isten választott téged. És van remény, kérdőt, és fogod kapni, mert aki kér, az kap. És nyomot fogsz még tudni hagyni a történelembe. Adónia. Absalom fiatalon eltűnt a sülyeztőbe. A történelem nem emlékezik meg róla. Dávid és Salamon a legnagyobbak közé emelkedtek. Tudod miért? Mert tudtak elgyengülni, és az Úr erejének helyet adni. Tudtak elgyengülni, és az Úr erejétől függni. És ezért egy teljesen más minőség jött le. És Salamon, mikor ott volt, ott volt, és megjelent neki az angyal, és imádkozott, hogy, hogy mint a mesébe, az atya azt mondta neki, Salamon, kérhetsz bármit, most indult a te királyságod, Legye, bármi legyen meg, meg megadom neked. Salamon előtt lepörgött e világnak a gondolkozása. Igen, gazdagság, hírnév, bölcsesség, hírnév, hosszú élet, ez az, ami a férfiak között versenyképes leszek. És utána eszébe jutott, amit az anyja sokat mondott neki. Szerez fiam bölcsességet és fiam, bízzál az Úrban, és ne a magad képességeire támaszkodjál. És amit hallott az apjától, amit látott példaként az apjától, és a kettő között ott ingott, e világ, vagy az Isten szerinti. Jó, de nehéz döntések ezek. Neked is meg kell hozni ezt a döntést. E világ szerint mész, vagy az Isten szerint mész. Ez egy nagy döntés. Én is meghoztam 17 évesen. És milyen jó, hogy e szerint döntöttem, hogy Isten szerinti úton akarok járni. Az Úr erejével, az Ő bölcsességével. És Salamon is nagy volt a kísértés, mert most kérhet nagy vagyon. Minden megvan az egész élete, nem kell küzdeni különféle területeken. Hírnevet, mindent kérhetett volna. De mégis, ahogy az anyám mondta, ahogy az apám példája mutatta, mégis így imádkozott Salamon. Atyám, nem ezt kérem. Atyám, adj nekem igazi bölcsességet. A kormányzásra, erőt a te szolgálatodra, atyám, adj nekem belőled, tőled menyei dolgokat, mert azok sokkal nagyobbak, örökkévalóak, a bölcsesség, a hírnév az mulandó. És abban a pillanatban az atyának annyira tetszett ez az ima. Annyira tetszett ez az im, és azt mondta Salamonnak, figyelj Salamon, megadom neked a bölcsességet, megadom neked az erőt, te egy kimagasló király leszel, messze fölöttébb a testvéreidnél, messze fölöttébb a környező nemzeteknél, én megadom neked ezt. És tudod mit? Mivel helyesen kértél, megkapod a hírnevet, megkapod a bölcsességet, megkapod a vagyont is, még a hosszú életet is. Ó, mert mikor Isten ad. Hogy ad? Az ő gazdagsága szerint. Az ő gazdagsága szerint. Az ő dicsősége szerint. És Salamon lett a gyengécske, a képesség hiányos, a legkisebb, az utolsó lett az akkori kor legnagyobb királya. Ami az Isten dicsőségéről beszélt, ami egy olyan bölcsességről beszélt, ami nem volt emberi, hanem isteni volt. Tudod, mikor isteni dolgok vannak az életedbe, akkor különös kegyelem és érték jön be az életedbe. Én nem azért vagyok gazdag, mert jó autón van, vagy bármi van. Azért vagyok gazdag, mert csomó mennyei kincsel megáldott az Isten. És bárhova megyek, én sokat mozgok, gazdag, nagy emberek között is. Egyszerűen érzem, hogy nem egy falsúlyúak vagyunk. Neki sokkal drágább autója van, de ami nekem van, ő szomjazik és éhezik azután, mert az egy örökkévaló kincs. Érted és Salamon, a gyenge így lett erős. És te is kövesd az ő mintáját. Ezeket a döntéseket neked is meg kell hozni. Neked is meg kell hozni. Hogy a világ szerint mész, a haverok értékrendje szerint nem vezet messzire. Vagy pedig fölvállalod azt, hogy az úrral. Salomon fölvállalta. Nem lehetett könnyű először. Sokan kiröhögték. Na hát így nem fogsz nyomot hagyni a történelme. De tudod, mindig, aki a végén nevet. És a végén. Hozzá jöttek a királyok tanulni. És mikor ott állt Salamon, már, már a dicsőségének a teljében, mikor jöttek, jött hozzá két asszony, akik, akik együtt laktak a közös albérletbe, és mindegyiknek két kis gyereke volt, és valahogy egy ágyba aludtak, nem is tudom, hogy hogy történt, a gyerekekkel, és az egyiket olyan jól aludt éjszaka, hogy agyonnyomta a gyereket. És meghalt, és veszekedtek a maradék egyen hogy elcserélte így, úgy, amúgy, vitatkoztak, és ebből egy országos per lett, egy látványos kirakat per, és oda jöttek Salamon elé, és mindegyik mondta maga igazát. Salamon, tegyen igazságot, nem is ismeri őket. Mindegyik olyan igaznak, olyan hithűnek hangzik, hát az emberek jól el tudják adni magukat, pedig hát csak egy gyerek van, valamelyik hazudik. Mind a kettően igaznak tűnt. És egyszerűen ez az isteni bölcsesség, amit annak idején megkapott, megnyilvánulott. Mindenki feszülten figyel, hogy most mi lesz a döntés. És Salamon milyen radikális. Hozatok egy kardot. Két asszony, akkor megfelezzük. Egyik fél gyerek az övé, a másik fél az övé. Hú, ez mindenki csendben állt. Szinte megfagyott a levegő. Mindenki ott állt és figyelt, hogy mi történik. Még a maradék egy gyereket is megöli. De hát csak így igaz, csak így igazságos, mindenki kapjon belőle. Igaz, hogy azzal nem messz sokra jut. De Salamon nem is gondolta komolyan. Csak ki akarta hozni, nyomás alá akarta helyezni, jaj, de szeretem én is ezt. Mindig figyelem az embereket, mikor nyomás alatt vannak. Meg magamat is. Mert akkor jön ki a valóság. Mert olyan jó sminkelünk, jó jó jó, olyan jól tudjuk bemutatni, de mikor nyomás alatt vagyunk, akkor kijön, hogy kik vagyunk valójában, hogy mennyire tudott az Istennek a kegyelme az életünkbe elhatolni, csak a talaj felszínt érintette meg, vagy a szívünk legmélyét, és átalakította. És akarta, hogy ez a nyomás megjelenjen. Hát el tudod képzelni két asszonyon, hogy megjelent ez a nyomás? Wow, megjelent ott mindenkit. Most az utolsó gyereket is megöli, és hozzá azt mondja, hozzátok a kardot, elkapta a lábánál a gyereket, akkor most igazságot fogunk tenni. És megjelent ott a nyomás, és abban a pillanatban az igazi anya ezt nem tudta végignézni, hogy megölik az ő gyerekét, és azt mondta, hogy nem, 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 inkább éljen az a gyerek, csak legyen az övé. Mert az anyai ösztön, a szív leg, 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 leg mélye előjött. És mit mondott Csalamon? Adjátok oda neki, ő az anya. Wow! Mindenki megállt. A levegő megállt. Az az isteni bölcsesség, ami ott megjelent. Az nem volt emberi, és ez a bölcsesség. Le van írva a példabeszédekbe, olvasd rendszeresen, és rád ragad ez a bölcsesség, az Istennek a bölcsessége. És az emberek csak néztek, ez nem természetes, ez természet fölötti, ez nem emberi, hanem isteni. És ez a gyengécske, lenézett, a testvéri által elutasított Salamon lett a világ legbölcsebb királya a világ leggazdagabb királya. A bölcsességnek ára van. És jöttek a környékbeli séba, meg a többiek, hozták a vagyont, hogy tiszteletet tegyenek ennek a királynak. És Salamon lett a leggazdagabb király abban az időben. A legbölcsebb király. A legistenfélőbb. Sajnos a gazdagság a végén kicsit megzavarta. de mégis nekünk beszél valamiről, hogy a gyenge így lehet erős. És amikor találkozol a gyengeségeiddel, Pál nem véletlen mondja, én az erőtlenségeimet dicsekszem. Ez a szó a görögben azt jelenti, hogy képesség hiányos állapot. Nem tudom, van-e benned a lázad, hogy fölismerd időnként a te képesség hiányodat? Van, aki sose ismeri föl, mert csak a képesség hiányos, csak a környezetét látja ő magát képességgel teljesnek. Én sokszor találkozom a képesség hiányommal. Ha véletlenül nem találkoznám, a feleségem emlékeztet erre. Úgyhogy nincsen baj ezen a területen. De figyelj, képzeld el, Pál is, Pál is találkozott a képesség hiányával. Találkozott. Tudod, miért kell, hogy lásd a magad erőtlenségét, képesség hiányát? Mert ebből jön az igazi alázat. Ebből jön az igazi alázat. Nézd meg, amikor Absalom meg Adónia csak a saját képességeikbe gyönyörködtek, amelyek ott voltak, mert Istentől kapták ajándékba, hogy az Isten dicsőségére használják. De a bűnös természet ez nem ezt akarja. Azok meghaltak és félrementek. Hány ember volt az egyházban is, aki saját képességéből akart szolgálni? Ezért Istennek van egy gyakorlata. A gyengéket megerősíti, az erőseket elgyengíti. Hogy utána az Isten erejében tényleg erőssé tegye őket. Ezen a folyamaton visz át mindenkit. Pálapostól, fú, hát ő egy nagyon képességes ember volt. Korának a legjobb iskoláiba járt. Ő neki a legbefolyásosabb kapcsolatrendszere megvolt. A legjobb tanítók egyetemre járt. A legjobb, legerősebb ember. Ő, mikor elindult, minden kapu megnyílt. Meg tudta szervezni, és nagyon utálta a keresztényeket, hogy gyorsan börtönbe veti őket. Minden képessége megvolt. De Isten elhívta. Tudod, mivel kezdte? Hogy az erőset, Gyengévé tette. Ő neki nem úgy jelent meg, mint neked, hanem egyből kapott egy olyan isteni jelenlétet, hogy a magaslóról leesett a földre. Abban a pillanatban Pál tudta, hogy valami sokkal erősebb jelent meg. És azt mondta, ki vagy, uram? Az az ember, aki eddig nem tudta kimondani, hogy van valaki úr fölötte, az az ember egyből tudta a helyét. És az erőseket Isten elgyengíti először. Tudod miért? Hogy az Úr erejével töltekezzenek be. Mert a sokkal messzebb visz, messzebbre visz, mint a saját erő. Hogy az Úr ticsőségével töltekezzenek be. Mert az erős ember, pális, ha csak a saját ereje képességei szerint megy, ma mi nem ismerjük őt. Nem hagyott volna nyomot a történelembe talán, talán egy-két széljegyzetbe megjegyeznék, hogy ő volt a legnagyobb üldözője a keresztjéneknek. De semmi jelentősége nincsen. De Pállal tele van a Biblia. A generációk nőttek fel azokon a szavakon, amiket Isten rajta keresztül mondott, mert az erős ember elgyengült, hogy az Úr erejével töltekezzen be, és nyomot hagyjon a történelembe. És ezért beszél nagyon furcsán Pál. Nézzétek, milyen furcsán beszél. A 2. Korintus 12-ben mondja, elég néked az én kegyelmem. Ezt a kijelentést kapja, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Mi? Hogyan ér Isten ereje hogyan ér célba? Úgy, ha erőtelen vagy. Ezért mondja, hogy boldogok a lelki szegények. És a gazdag mit mond? Ó, gazdag vagyok, nincs nekem szükségem semmire. A lelki szegénység az az, ami tetszik az Istennek. Mit mond a lelki szegény? Atyám, szükségem van rád. Atyám, szükségem van a te segítségedre, a te erődre, a te bölcsességedre. És lehet valaki anyagilag gazdag, de ha benne van a lelki szegénység állapota, az Isten előtt kedves. De ha valaki be az a mentalitás van, és sok szegénybe is van ez a mentalitás gazdag vagyok, nincs szükségem semmire. Nincs szükségem Istenre. Nincs szükségem Menj el is segítségre. Na ez a magatartás, ez a romlásba visz. Mert az Isten ereje erőtlenség által ért célhoz legszívesebben az én erőtlenségeim, mert dicsekszem, mondja Pál. Miért? Hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Mert mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És utána sokszor erről beszél, a testi erőtlenségemben hirdettem néktek az evangéliumot. Ti mégsem estetek ebbe a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségeim miatt megvessetek. Ha gyenge vagy, tudd, hogy Krisztusban a gyenge erőssé válik. Ha nagyon erősnek érzed magad, tudd, hogy az Úr ereje a sokkal több, mint a te erőd. És, és ő rátámaszkodj, ne a te erődre. A férfiaknak ezért mondja: figyelj, milyen meredek igét olvasunk! Átkozott az a férfi, aki önmagába bízik csupán, testi erőre támaszkodik csupán. És áldott az a férfi, aki az úrban bízik, és az úr ereje. A maga erejével is el tud a férfi innentől idáig jutni, de az úr erejével nincs vége, nincs határa. Az ő az ő lehetőségeinek. És ezért ebben akar bennünket megtanulni, megtanítani. És, és, és ezért mondja a Róma 8-ban, hogy segít a Szent Szellem a mi erőtlenségünkön. Amikor elismerjük, hogy szükségünk van rá, amikor elismerjük, hogy, 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 hogy kell az a kegyelem, kell az az erő, kell az a bölcsesség, azt mondja, így segít ami mi gyengeségünkön, erőtlenségünkön, képességhiányos állapotodon. Ezért kérlek, ha gyengének érzed magad, ne csüggedj el. Hogyha úgy érzed, hogy kevés vagy a vizsgához, kevés vagy dolgokhoz, kevés vagy az élet kihívásaihoz, ne csüggedj el. Mert a gyenge erősé tud te lenni. Csak engedj annak a salamoni bölcsességnek, amit a szüleitől megtanult hogy ne a magad erejére támaszkodj. A magad képesség bíz az Úrban, kérd az ő segítségét, függjél tőle, legyél lelkileg szegény, hogy szükségem van rád, Uram. És akkor az életedből olyan tud kijönni, amely az átlag fölött lesz messze. Ami az átlag fölött lesz messze, de az nem rólad fog beszélni, hanem az Isten dicsőségéről. Mm. És ez az Istennek a rendje, ezért így lehetsz kiemelkedő ember. Ezért ne sajnáld magad, ne gyötörd magad, ne vádold magad, ha látod a képességhiányaidat. Nekem is van jó néhány. Ezért körbeveszem magam olyan emberekkel, akik nem ott képességhiányosak, ahol én. Nekem tudod, mi a képességhiány? Például én nem vagyok túl érzékeny. Mindig a feleségem súgja, figyelj, érzékelted azt a helyzetet? Mondom, nem drágám, mit kellett volna, a mázsa az nem érzékeny. A konyha mérleg, azt tudjátok, mindenre rezdül. Minden gramra. De a mázsa az 10 dekától, fél kilótól érez valamit. De a konyha mérleg rég összetörik, amikor a mázsa még csak akkor kezd munkába lendülni. Attól a súlytól az meg se kottyan neki. Mondom, drágám, én másra vagyok, nádok, gramokat nem érzékelek, úgyhogy sugjál. Kellene valamit érzékelni? Nem. Tehát amikor képesség hiányaiddal találkozol, akkor támaszkodj másokra. Támaszkodj a Szent Szellemre. És ez egy alázatot hoz létre. És nem fogod azt hinni, hogy te benned ott van az Isten kincseinek a teljessége. És a büszkesége nem fog úrrá lenni az életedben. Mert akkor vagyunk erősek, amikor az Isten ereje működik bennünk. É, és figyelj ide, ha erőtlennek érzed magad, csak mondd ezt az ézsőjási igét. Erőt ad a megfáradtnak és az erőtlent, a gyengét, a hiányost. nagyon erőssé teszi. Ez történt Salamonnal, ez történt Dáviddal, ezért lett kiemelkedő az ő életpályájuk. Ellankadnak, elfáradnak, a ifjak is, még a legkiválóbbak is megbotlanak, ugye elgyengülnek, de akik az úrban bíznak, azoknak az erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Jaj, ez egy any Annyira gyönyörű, profétai beszéd. Szoktad olvasni? De ne csak olvasd, gyakorold. De akik az Úrban bíznak, akik az Úrban, nem saját magukban, saját képességükben, tudom jó az önbizalom, minden kell ez is, de abban a kontextusban, hogy nem elsősorban magadban, hanem az Úrban. És azoknak meg fog, erő, meg fog az erejük újulni és tudod, akkor ha az Úrban vagy erős, akkor úgy jársz, mint a Róma 15-ben, mi pedig erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. És megvan írva a zsidók négyben, és ezzel be is fejezem, mert nem olyan főpakunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Jézus Krisztus a főpap, az egyháznak a feje. Azt mondja, nem olyan, aki olyan erős, hogy lesöpri a gyengét, hanem azt mondja, olyan főpapunk van, aki meg tud indulni, aki együtt tud érezni az erőtlenekkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben. Miben kísértetett meg Jézus? Ugyanabban, mint mi, neki is meg kellett hozni ezt a döntést. Mi ez a döntés? A világ gondolkozása, a haverok, a világ szerint, vagy pedig az Isten gondolkozása szerint? Hozd meg ezt a döntést. Jézus is meghozta, ezért maradandó nyomot hagyott a történelemben. És hiszem, hogy Isten akarata, hogy mindannyian maradandó nyomot hagyjunk. De ha csak az egóból élsz, az nem lesz. Ott ott az életút kettő törik, mert az egóhoz hozzáférési joga van az ördögnek. De amikor Krisztus nagy, és te kicsi vagy, ahhoz nincs hozzáférési joga az ördögnek. Tehát nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyengeségeinken, erőtlenségünkön, hanem hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem védkezett. Ezért mondja, hogy járuljunk, tehát bizalommal a Kegyelem trónusához. Mikor? Amikor látjuk az erőtlenségeinket amikor érzékeled a gyengeségeidet, mit mond? Járulj a kegyelem trónusához, Jézus Krisztushoz, kezdj el imádkozni, és, és kezd el kérni tőle, úgy, mint Salamon. Kérni tőle az erőt, a mennyei képességeket, kérni tőle, és mit mond itt, mit ígér? Irgalmat fogsz nyerni, kegyelmet találsz, amikor segítségre van szükséged. Na, ez a gyengének az ereje. Ez a gyengének az ereje. Nincs is ez olyan messze tőlünk, ugye? Ez a gyengének az ereje, úgyhogy iszunk erre egyet. Az Omega Hálózat Egyesület 2005-ben létrejött pünkösdi karizmatikus hátterű egyház. Célunk a biblia tanításának és az örömhírűzenetének üzenetének minél szélesebb körű hirdetése, továbbadása a mai, posztmodern kor embere számára. Gyülekezeteink és misszióink arra törekednek, hogy minden korosztályt elérjenek. Szellemi, lelki és gyakorlati segítséget adjanak a hozzánk fordulók, rászorulók számára.